Véget ért a 7. PVTV Energofish Cube társasági és média horgászverseny. Az eredmény hirdetés után kérem Andrejszky Zoltán főszervezőt, hogy értékeld, kérlek, a versenyt. Én úgy gondolom, nagyon jól sikerült, idén kegyeibe fogadott minket a Jóisten, hiszen varázslatos idő volt, reggel kicsit fújt a szél, nem volt olyan nagy meleg, ugyan délutánra azért egy picikét belehúzott a nap is, mert 30 fok körüli hőmérsékletet mértünk, de több halat fogtunk, mint tavaly, majdnem 20 kilóval, mindenki elégedett volt, itt voltak a sztárok, Kovács Kati, Besenyei Peti, Pesut Rita, Fábián Laci, Cseh Laci, Madár, szóval a színészek közül nagyon sokan. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon sikeres rendezvény volt, azt mondják, hogy évről évre jobb, nem tudom, hová lehet még fejlődni, bízom benne, hogy a 8. társasági és médiakupán még jobb rendezéssel, még több hallal és még több nyereménnyel tudok majd szolgálni az ide érkező kollégáknak. Én azt hiszem, hogy a nyereményeken és a szép fogásokon kívül azért itt az együttlét és a beszélgetések, a horgászat előtt, után az is egy élményt nyújt a résztvevőknek, és talán van még más üzenete is ennek a versenynek. Hát mindenképpen. Én úgy gondolom, hogy azok az emberek, azok a kollégák, aztán színészek, újságírók, sportolók, olimpikonok, világbajnokok, akik ide eljönnek, egyfajta üzenetet küldenek az embereknek. Gyere ki a tópartra, érezd jól magad, fogjál halat, de utána engedd vissza. Ha szeretnél halat enni, akkor egyet vigyél, ne 8-at, ne a hűtődbe tedd vissza halat. Ha 10 kiló felettit, vagy 8 kilót, és halat fogsz, tedd vissza a tóba, ne akard meg enni, okozzon örömet másnak is, hogyha kifoghatja, meg az, hogy kim van a jó levegőn, a friss levegőn, nem a számítógépek előtt, nem benne a lakásba, kimozdul a család, lehet családi programot szervezni. Itt mindenki békés, itt mindenki szereti egymást, itt nem kell férni attól, hogy odajön az ember és azt mondja, hogy vegyék kábítószert, itt az emberek még nem is dohányoznak. Én vannak a szabad levegőn, és ez legyen egy üzenet. Ezáltal lássák, tapasztalják, érezzék azok az emberek, akik nem így élnek, hogy így is lehet, itt is lehet kikapcsolódni, pihenni, és ez jó testnek és jó szellemnek is. Ennek a maconkai horgásztónak, vagy víztározónak és horgász versenypályának mi a különlegessége? Mennyiben, miben más, és miben szebb vagy jobb, mint akár egy másik? Én úgy gondolom, először is a halállomány. Ez egy nagyon csodálatos tórendszer, több tóból áll természetesen, egy. Kettő, nagyon-nagyon nagy halak vannak benne, közel 30 kilós ponty is található a tóban, óriás harcsa, 20 fölüli amúrok. Ennek a kifogása egy olyan élményt nyújt az embernek, amit máshol nem tud megtapasztalni. Ez egy nagyon kulturáltan körbejárható, abszolút a horgász igényeinek maximálisan megfelelő tórendszer, ahol kulturált körülmények között tudsz horgászni. A szemetet el tudod dobni a szeméttárlóba, este égnek a villanyok, körbejárható betonúttal, le tudod tenni az autódat, kulturált a büféje, kulturált a mellékhelység, tehát minden adott ahhoz, hogyha ide egy család eljön, akkor még a legkisebb gyerek is jól érezze magát. Azt hiszem, hogy a Dr. Boros Rendel hallgatóinak bátran ajánlhatjuk, hogy nézzék meg, hogy hol értük el mi azt az eredményt, amit elértünk, mert hogy ez a tavainál szerencsére jóval szebb helyezés. Így igaz, nagyon jól teljesítettetek. Azért ilyen mezőnybe első 10-be lenni, az egy rendkívüli nagy dolog. Még egy kicsit edzetek, és a Dr. Boros és barátai, hát reméljük, hogy jövőre majd a dobogó közelében lesz. Mi nagyon büszkék vagyunk erre az 5. helyre, neked pedig köszönjük a szervezést, és jövőre találkozunk, Zoli. Köszönöm szépen, várunk mindenkit szeretettel.